Nemzetközi kerekasztal. Magyarország az elnök választás után is fontos partnere marad Ukrajnának. Észak-alföldi jogpontok. A régióban 34 helyen várják tapasztalt jogászok személyes tanácsadásra a munkaadókat és a munkavállalókat. Magyarország az elnök választás után is fontos partnere marad Ukrajnának, ezt Ljubov Nepop, az ország budapesti nagykövete mondta Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megyeszékhelyen szervezett ukrán-magyar kerekasztal beszélgetésen az is elhangzott, az új ukrán elnök NATO és EU csatlakozást, valamint korrupció ellenes politikát is ígért. A magyar állam pozitívan tekint Vladimir Zelenszkij személyére, és új tárgyalásokat szeretnének kezdeményezni az ukrán nyelvtörvény módosítása érdekében. Fölényes győzelemmel nyerte az ukrán elnökválasztás második fordulóját Volodymyr Zelenszkij múlt vasárnap. A szavazatok több mint 70%-át megszerezte, egy megyét leszámítva mindenhol Zelenszkij nyert. Kárpátalja megyében például több mint 80%-át kapta a voksoknak. Az április 21-i választáson 18,5 millió választópolgár vett részt, nem sokkal kevesebben, mint a március 31-i első fordulón. Akkor 18,9 millió volt a résztvevők száma. A kárpátaljai magyarok bizakodva fogadták az eredményt. Ennek megfelelően a magyar állam is bizakodó az új elnök személyével kapcsolatban, mondta Lezsák Sándor az ukrán-magyar kerekasztal beszélgetésen Nyíregyházán. Az országgyűlés alelnöke azt is hozzátette, hazánk új tárgyalásokat kezdeményez a határon túli magyaroknak is megfelelő nyelvtörvény érdekében, valamint bíznak abban is, hogy az új elnök sürgeti majd a korrupció felszámolását. Több évtizedes kudarc, meg sikertelenség után most újra fölcsillant a remény, hogy talán mégis itt a szomszédban, Kárpátalján magyarok sorsa jobbra fordul, és lesz egy tisztességes európai nyelvtörvény, és egyáltalán Ukrajna új pályára lép, egy fejlődés előtt állhat. Hogy mi fog történni, ezt a következő hetek, hónapok döntik el, és Orbán Viktor miniszterelnök úr, Áder János köztársaság elnök úr levele, gratuláló levele, az több mint udvariasság, abban is ott van a remény. A népi diplomácia eddig is működött a családok és rokonok szempontjából a két ország között. A megfelelő nemzetközi kapcsolatok azonban elengedhetetlenek Ukrajna gazdasági fejlődéséhez. Az ukrán nyelvtörvényt tavaly elfogadták, ami kimondja, hogy Ukrajnában az egyetlen állami és hivatalos nyelv az ukrán, azonban a nemzeti kisebbségek érdekében a Velencei Bizottság több ajánlást is megfogalmazott, amit az ország érvényesít. Ezt Ukrajna budapesti nagykövete mondta Nyíregyházán. Azt is hozzátette, Magyarország a jövőben is fontos partnere lesz Ukrajnának. Én arról számítok, és biztos is vagyok ebben, amennyiben mindkét elnökjelölt korábban is, és erről beszélt, hogy Ukrajnának az Európai Unió és NATO tagsága mint legfontosabb feladatai célja maradt, és ugyanúgy, hogy az területi egység visszaállítása az orosz agresszió elleni harcban a legfontosabb feladatok. Ebből a szempontból Magyarország is nagyon fontos partnerünk maradt, mint a szomszédos ország is, mint a NATO, míg Európai Unió tagja. Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között évtizedek óta jó a kapcsolat, ezt uniós programokon keresztül próbálják fejleszteni. Ezt Sesták Oszkár közgyűlési elnök hangsúlyozta. Ennek egyik kiemelt eredménye, hogy létrejött az Európai Unió első olyan európai területi társulása, amelynek tagja egy unión kívüli ország is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kárpátaljai megyei tanács és Kisvárda önkormányzata 2015-ben írta alá a Tisza ETT alapító dokumentumát. Nagyon sok a bizonytalansági tényező, nem igazán ismerjük az új elnöknek a programját, de mindenféleképpen valamilyen változás sejtett, vagy változás reményét jelenti számunkra. Gondolok elsősorban a nyelvtörvényre, ami nagyon hátrányosan érinti az ukrajnai, kárpátaljai magyar nemzeti közösséget. Ebben várunk elsősorban változást, illetve hát abban, hogy sikerül rendeznie Ukrajnának a
már 5 éve tartó háborús konfliktust Oroszországgal. A Nyíregyházi Egyetem kelet- és közép-európai kutatóközpontja 2009 óta működik. Több konferenciát is szerveztek már a régióval kapcsolatban. Az oktatási intézményben 1992-ben indult az ukrán és ruszin tanszék. Az egyre csökkenő létszám miatt azonban 2013-ban megszűnt. Az ukrán-magyar kapcsolatok nyelvi és kulturális fejlesztése érdekében, a megjelent igények miatt 2017-ben újraindították a tanszéket. Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság, hogy a május 26-ai európai parlamenti választáson a pártok listái milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Legfeljebb 11 lista lesz majd az íven, elképzelhető azonban, hogy ezek száma végül ennél kevesebb lesz, ha az ajánlások ellenőrzésénél kiderül, hogy valamelyik pártnak, amely a határidő utolsó napján kedden jelentette be listáját, nincs meg a listaállításhoz szükséges 20 000 érvényes ajánlása. Olyan pártok nevei is szerepelnek majd az íven, amelyekkel korábban még nem találkoztunk. Ezek közé tartozik a TEA párt Magyarország, vagy a Mi Hazánk mozgalom. A liberálisok már korábban jelezték, hogy nem indulnak a májusi választáson. A listákon egyébként legfeljebb 63 jelölt állítható, 3-szor annyi, mint a megszerezhető mandátumok száma, de a szavazólapra csak az első 5 neve kerül fel. Ezek sorrendjét a párt határozza meg. A lista bejelentése után a sorrendet nem lehet módosítani, nem lehet a listára új nevet felvenni vagy levenni róla. Nagy a tétje a májusi EP választásnak, olyan politikusok kellenek Brüsszelbe, akik nem támogatni, hanem megállítani akarják a bevándorlást. Erről beszéltek kormánypárti képviselők Tiszalökön. Céljaik támogatásához aláírásokat is gyűjtöttek, már több mint 1 millióan írták alá az ívet az országban. Nem veszik figyelembe az Európai Uniós vezetők, hogy ezt nem minden tagország nézi jó szemmel, nem minden tagország szeretné ezeket az ismeretlenből jött bevándorlókat befogadni. Így számunkra nagyon fontos, hogy az európai parlamenti választások után egy olyan új vezetői réteg alakuljon ki az Európai Uniós intézmények élén, akik meg akarják állítani a bevándorlást, és nem pedig ösztönözni szeretnék azt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 9 településen működnek jogpontok, ahol ingyenes jogi tanácsadással várják a szakemberek a munkaerőpiaci szereplőket. A 2016-ban indult szolgáltatás már közel 7 000 ügyben állt a munkavállalók és munkáltatók rendelkezésére. Most alternatív vitarendezési szolgálattal bővült a projekt. Ingyenes és anonim, a jogszerű foglalkoztatást elősegítő komplex jogsegélyszolgáltatás indult az Észak-Alföldi régió egészére kiterjedően 2016. július 1-én. A jogpontok célja a jogi ismeretek bővítése és az esetleges munkaügyi viták rendezése. A program egy GINOPOS projekt keretében valósul meg teljes mértékben az Európai Szociális Alap és a Hazai Központi Költségvetésű Előirányzat jóvoltából. Máig több, mint 32 000 ügyben fordultak a szolgáltatáshoz a régióban 29 településen. Az esetek 82%-ában személyesen kérnek tanácsot, de van más lehetőség is. Van egy ingyenesen hívható zöld számunk, valamint e-mailben és online chat formájában is bárki fölteheti a kérdéseit. Ez utóbbiakról, hogy hogyan is lehet megtenni, a www.jogpontok.hu honlapon lehet tájékozódni. Itt a régióban jelen pillanatban 34 jogpontirodát működtetünk. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 9 településen vagyunk jelen. Nyíregyházán itt 2 jogpontiroda működik, az egyik az pont itt a Nyíregyházi Ipartestület épületében. A projekt minden korcsoportot megszólít, de főleg a 30-39 év közöttiek használták ki a lehetőségeket, ők több, mint 10 000 ügyben kértek segítséget. Közel 2 000 ügyben pedig a 23 év alattiaknak is tudtak segíteni. 52%-ban a munkavállalók kértek segítséget, de érdeklődtek az álláskeresők és a nyugdíjasok is a szolgáltatás iránt. Az elmúlt években a megszűnt jogviszony vetette fel a legtöbb kérdést, ez azonban most megváltozott. Az elmúlt időszakban a legjellemzőbb, amit én tapasztaltam, az az, hogy a fennálló jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekkel keresnek meg minket, tehát munkaidőbeosztással, munkarend, túlóra, különböző pótlékok,
minimálbér, garantált bérminimum, tehát az ezzel kapcsolatos problémákkal fordulnak hozzánk, ki nem fizetett túlórák, vagy esetleg olyan elrendelt munkarend, amely nem felel meg a jogszabályoknak, esetleg az illetőnek megvan a szakképzettsége, olyan munkakörbe is foglalkoztatják, mégiscsak minimálbért kap, nem garantált bérminimumot. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és ilyen értelemben a szolgáltatás azért is hasznos, mert a fennálló jogszabályoknak a betartására hívjuk fel gyakorlatilag a figyelmet, és segítünk a munkavállalóknak, adott esetben a munkáltatóknak is, hogy ezeknek a jogaiknak érvényt szerezzenek. A jelenleg futó projekt a végéhez közeledik, de október 1-től folytatódik egészen 2021. december 31-ig. Az egyre gyakrabban jelentkező munkaerőhiány új problémákat is felvet, ezért a szolgáltatás új ponttal bővült. Az alternatív vitarendezési szolgálat egyéni tanácsadás helyett a kollektíváknak kínál szintén ingyenes segítségnyújtást. Ennek célja, hogy a felmerülő viták ne fajuljanak el. A munkáltatók a térségben 29 ügyben kértek ilyen típusú segítséget, ami azt jelenti a szakemberek számára, nyitottak a munkaadók is a problémák megoldására, és egyre fontosabb számukra a munkavállalói érdek is. 28 darab hűtőszekrényt vehettek át jelképesen a rászoruló családok Nyíregyházán. A nagy gépeket az Electrolux Lehel Kft. Ajánlotta fel a megyeszékhely Városbája alkalmából a település önkormányzatának. A családok a mai rendezvény keretében a vállalat kommunikációs vezetőjétől és Nyíregyháza polgármesterétől kapták meg az adományozó leveleket. Az Electrolux Lehel Kft. Az idei Nyíregyháza Városbája alkalmából ajánlott fel 28 darab hűtőszekrényt. Az adományozó leveleket szerdán kapták meg az érintettek Kovács Ferenc polgármestertől, Úrich Attila alpolgármestertől, valamint az Electrolux Lehel Kft. Képviseletében Kis Aranka kommunikációs vezetőtől. Decemberben a városi bál a nagycsaládosok támogatása jegyében szerveződött, és ennek kapcsán mi 28 darab prémium kategóriás alulfagyasztós hűtőt felajánlottunk a bárra, és most volt az ünnepélyes átadó a családok részére. A kiválasztott családok számára ez nagy segítség, hiszen egy-egy ilyen műszaki cikk több tízezer forintba kerülhet. A leginkább rászoruló családokat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat választotta ki. Tudtuk meg dr. Kovács Ferenc polgármestertől. Mi ezt a szociális rendszerükön keresztül választottuk ki 28 családot, akik most kaptak erről egy adományozó levelet, de holnap 8 órától minden lakásba kiszállítjuk a hűtőket. Ezek a hűtők már ott vannak a Nyírvévé telephelyén, megvannak a kapcsolatok, mindenkit hívnak, kinek hogy jó, és holnap mindenhova eljut. Nagyon fontos, mert ezek a családoknál tényleg nagy szükség van ezekre a hűtőkre. A város vezetősége kiemelten fontosnak tartja a rászorulók segítését. Az elmúlt évi városi bál bevételéből a kórház részére vásároltak 20 darab speciális beteghordókocsit, amely segítségével megoldhatóvá vált a betegek szállítása az új parkolóháztól a megfelelő betegellátó osztályra, tette hozzá Kovács Ferenc. György napi emlékülésen tartott megemlékezést Nyíregyházán a Bessenyei Társaság. Az ülés első helyszíne a Megyeháza Bessenyei terme volt, majd ezt követően a rendezvény keretében megkoszorúzták a Megyeházán lévő Bessenyei mellszobrot, a Józsa András Múzeummal szemben lévő Bessenyei szobrot, valamint Paszabon a Bessenyei ősök sírját is. Sorozatban 7. mérkőzésén maradt veretlen a Nyíregyháza Spartacus, miután az MB2 33. fordulójában 0-0-ás döntetlent játszott a Tisza Kécske otthonában. Zorán Spisziák együttese a tabella 10. helyén várja a Balmazújváros vasárnapi vendégjátékát. Minimális célként a veretlenségi sorozat meghosszabbítását, maximális célként pedig a 3 pont megszerzését tűzte ki maga elé a Tiszakécskére utazó Nyíregyháza Spartacus. A találkozón igazán nagy helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, lehetőségek ugyan adódtak mindkét oldalon, de gól nem született, így 0-0-ás döntetlenre ért véget a mérkőzés. A Spari vezetőedzője a meccsképét tekintve kicsit sajnálta a Tiszakécskén hagyott 2 pontot, annak viszont örült, hogy csapata ismét kapott gól nélkül hozta le a 90 percet.
Mi voltunk azok, akik többet domináltak, mi voltunk azok, akik többet próbáltak előre játékba többet, több helyzetet kialakítani. Ki is alakítottunk, sajnos mondom, ezekből a helyzetekből nem tudtunk olyan helyzetet kialakítani, ami 100%-os, de azt mondom, ott voltak a lehetőségek erre. Mondom, erre még dolgozunk el. Kulcs ebben az egészben meg fontos, hogy a csapat stabilan védekezik, szervezeten védekezik, fegyelem van a pályán, mindenki a saját poszton próbálja megoldani a feladatot, és ebből próbálunk építkezni. Azt mondom, hogy a pont mint pont idegenben nem rossz, de a másik oldalon, ha nézzük, olyan állapotban találtuk most a Tiszakécskit, amit azt mondom, hogy lehetett volna ezt elcsípni még extra két ponttal. Minden pontot kell tisztelni, minden pontot kell becsülni. A végén úgy is majd kiderül, hogy milyen és mekkora értékű ez a pont. A Spari az elmúlt 7 mérkőzésen 4 győzelem mellett 3 döntetlent játszott úgy, hogy 6 alkalommal is érintetlen maradt a csapat hálója. Az, hogy sikerült sok meccset lehoznunk, ugye kapott gól nélkül, az azt mutatja, hogy a csapat jól tud védekezni, egységesek vagyunk védekezésben, ez pozitív, ez mindennek az alapja, de azért a labdabirtoklásban és a támadás építésekben van mit előrelépnünk, azt gondolom. A 33. forduló további eredményei a következők: Budafok-Kaposvár 0-1, Balmazújváros-Békés Csaba 0-1, Vác-Eto FC Győr 3-1, Dorog-Csákvár 1-0, Soroksár-Siófok 2-6, Kazincbarcika-Monor 0-3, Moson-Magyaróvár-Zalaegerszeg 1-1, Budaörs-Cegléd 1-0 és Gyirmót-Vasas 0-1. A tabella élén a 70 pontos Zalaegerszeg áll, megelőzve a 60 pontos Gyirmótot és az 59 pontos Kaposvárt. A Nyíregyháza Spartakusz 46 ponttal a 10. helyen várja a Balmazújváros 15 órakor kezdődő vasárnapi vendégjátékát. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Az ukrán nyelvtörvény pozitív változását reméli a magyar állam az ukrajnai elnökválasztás eredményétől. Ezt Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke hangsúlyozta Nyíregyházán. Magyarország a választás után is fontos partnere marad Ukrajnának. Ezt Jubov Nepop, az ország budapesti nagykövete mondta a nemzetközi kerekasztal beszélgetésen. Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár Bereg megye között évtizedek óta jó a kapcsolat, melyet uniós programokon keresztül próbálnak fejleszteni. Hajdú Bihar, Jász Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 34 helyszínen várják szakemberek jogi tanácsadással az érdeklődőket. Ezek főleg a 10 000 főnél nagyobb lélekszámú településen találhatóak. A szolgáltatást még mindig főleg személyesen veszik igénybe, de elérhető személyesen, telefonon és online is. Több mint 50%-ban munkajogi kérdésekkel fordulnak a jogászokhoz, de TB, cégjog és adójog témában is segítenek a szakemberek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták. Április 24-én szerdán friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Szerdán felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős idő várható. Zápor szorványosan előfordulhat, néhol zivatar is kialakulhat. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 fok körül alakul. Csütörtökön a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Néhol zápor, zivatar előfordulhat. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. Pénteken a sok évi átlagnál még jóval melegebb időre van kilátás, a következő napokban azonban több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pénteken a fátyol felhők mellett kisüt a nap, napközben még kicsi a csapadék esélye.
Szombaton eleinte több felé, majd egyre kevesebb helyen ered el az eső, zápor. Néhol zivatar is kialakul. Vasárnap és a jövő héten közepesen, illetve erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Szorványosan esőre, zápor esőre is számítani lehet. Gyakran megerősödik a déli, a hétvégétől az északnyugati szél. Zivatar térségében viharos lökések is lehetnek.